Szép jó napot mindenkinek, üdvözletem! Ma 2018. második 21-e van, 16 óra 22 perc. Hát amit mondtam az előző videóban, amikor volt ez a AK termékekről az unboxing, hogy csinálok ugye majd videót vasúti kocsik koszolásáról. Hát sajnos az kárba veszett. Nem tudom, hogy mi van tényleg a két kamerámmal, vagy fényképezőgéppel meg a kamerával, de tegnap csináltam meg a három francia kocsit, mindjárt megmutatom szépen egyesével. Jaj, közben lögdösöm a kamerát. Hát itt van az egyik, ez egy egyszerű ilyen por hatást kapott egy kis rozsdával az ajtóknál, forgóvázon. Ebben még nincs benne a tengelyek. Ez a másik oldala. Elég rossz fényviszonyok vannak itt a szobában, még mindig majd valamit kitalálok én, hogy valahogy jobb legyen. Hát ez lenne az egyik. És mind a három vasúti kocsi teljesen más koszolást kapott. Azért is, hogy ne hasonlítsanak egymásra, mert kipróbáltam ezeket a koszolási technikákat. Hát ezen nem igen látszik a kamerával, ez csak egy ilyen rozsdapor alapot kapott. Ez a másik oldal egy kicsit ilyen szénporosabb, megfolyásos, így látszik az ajtóknál, meg itt a közép részen. Ugyanúgy a forgóvázak lelettek rozsdásítva, kerekek is meg vannak kenve. Szintén ez is kapott egy kis fékpor hatást itt az ajtóknál, forgóváz fölött, mintha ugye nagyon sokat erősen fékeztek volna ebből a kocsival. Az oldalfalon vöröses rozsdás bemosóval. Ezt az oldalát még majd folytatom. Itt ilyen pöttyezett rozsdafoltokat akarok majd rajta csinálni, meg egy graffitit. Még ezt majd kicsit el kell rajta mosni, mert most úgy néz ki, mint valami dalmata kutya. Vagy mint ami csak össze lett volna csapva. Majd még ezt is folytatom. Hát a mai nap arra gondoltam egy ilyen alap por lerakódást készítenék erre a kis pikó tolatóra. Ezt ugye már párszor bemutattam ezt a gépet, ez egy Kvabla átfestés, Ganzmávag A26-021 festését kapta meg. Hát egy kis porolás, egy kis rozsdásítás, és majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Elrontani nem lehet. A fő irányelv ez mindig ez legyen, hogy elrontani nem lehet. Hát én most itt készítettem okosan, ügyesen egy ilyen festőállványt. Gyorsan megdúrtam itt a legós dobozt. Sokkal olcsóbb volt, mint venni 10.000 forintért, majdnem 30.000 egy ilyen festőállványt. Mibe telt 5 percbe, hogy ezt megépítettem. Ez bukik, mozog, forog, úgyhogy ezen szinte minden állásába a gépet körbe tudom járni, le tudom rögzíteni. Ez ennyi lett volna. Mai beszerző körúton Vallejo oxid szint, hát ilyen halvány rozsdát szereztem. Oxido Crallo 301 Light Rush a neve ennek a festéknek. Vallejo az ugye egy cseppentős, majd ebbe a kis festő tálcába
majd cseppentek bele pár csöppet, vagy éppen azonnal az ecsetre. A másik pedig egy AK termék, motorolaj megfolyást imitálhatunk vele. A termék kódja AK 2019. Hát ez motortereket, gázolajtartár környékét, meg ilyen helyeken. Meghajtó elemeknél, mintha folyna az olaj. Ez is bemosó, ez folyékony. Folyékony anyag. Úgyhogy még ez volt a beszerzés, meg, ja, meg ecset. Két ecsetet vettem még. Ebbe közben én belepakoltam a többit. Mai nap folyamán mi is volt? Ez a lapos volt, meg igen, itt a vékony. Ez egy 100-as Sanferro ecset. Ez egészen vékony. Lehessen vele egészen tűéles megfolyásokat is rajzolni. Ez pedig egy Crystal Nails Nail Art lapos kis ecset. Száma az nincs. Száma az nincs. Viszont van egy másik ugyanilyen Crystal Nail. Ez egy nullás ecset. Így van. Ez egy nullás ecset. Színeztem már meg itt a fém részét, hogy ne keverjem össze, mert ez már kicsit kopottabb. Ezzel szoktam fölvinni a higgítót, meg a port. És akkor ezeket így külön megjelöltem. Na. Nagy vonalakban akkor ennyi a bevezető rész. Kezdjünk is hozzá. Hát használok még itt lapos ecseteket, de mindegyik természetes szőr ecset. Itt van még egy ilyen kiszuperált púder ecsetem. Ezzel szoktam kicsit tompítani a dolgokat. Meg van még egy ilyen szivacs ecset. Ezzel majd így tamponozva ilyen rozsda foltokat lehet imitálni, előhozni. Hát akkor kezdjünk is hozzá. Először is kibontjuk a gépet. Vissza lett téve a dobozába. Hát, hogy honnan is merem én venni hozzá bátorságomat az egészhez? Talán onnan, hogy én a YouTube-on rengeteg videót megnéztem. Több országból származó embertől, nagyobb neves cégeknek a videójait, tutoriál videókat. És hát ott én mindig azt hallom, hogy elrontani nem lehet. De ez így is van. Na, először is föltesszük a gépet erre a hirtelen szerkesztett asztalra. Megnézzük, hogy nem fog ez leesni. Ki kell találni. Hát szerintem nagyon profi lesz. Ó, tökéletes, nagyon jó. Szuper. Az a baj, nem bírom a kamerát közelebb vinni. Pedig én ezt nagyon szeretném, hogyha ti is látnátok, hogy én mit csinálok. Megpróbálhatom közelebb varázsolni. Csak az lenne jó, hogyha látnátok ti is, de mondom, sajnos a másik kamerám megpusztult. Abban pedig, ha oda zoomolnák, akkor nagyon jó. Nagyon jó lehetett volna videót készíteni. Ha csak most nézem, mindjárt 10 percnél tartunk, azt még nem is csináltam semmit. Na, de így nekem is kényelmes lesz, nagyon jó. Hát ugye, mivel is kezdenénk? Kezdjük olyanokkal, hogy fellépő, lépcső, itt a fülkeszélek, ablak rész, ezeket megporozzuk. Ez egy egyszerű, úgynevezett európai föld, ez por. Por lerakódás imitál, mint ezen. Ilyen lesz a végeredmény, hogyha megszárad. Mint egy sima por lerakódás. Na. Kezdjünk neki.
ugye ez pigment, szárazon van ebbe a üvegcsébe, és akkor kezdjünk neki, mondjuk itt a lépcsőnél. Nem baj, ha sokat viszünk föl, azt hiszük, hogy túlzásba visszük, nem lehet túlzásba vinni. Valahol sokat rakunk, akkor azt egyszerűen még így szárazon le lehet söpörni, nincs belőle semmi gond. A gépeimet azért merem így lekoszolni, mert én valamit megveszek, azt nem igen adom el. Ma kérdezte a boltba a srác, hogy tehát hogyha el akarom adni, de nem akarom eladni. Én azért merem összekoszolni saját magamnak, vagy ha éppen valakinek megtetszik, így lekoszolva is. Ugye így már csökken az értéke, valakinek pedig ugye így nő, hogy le van koszolva. Ez mindenki saját magának dönti el, hogy kinek mi tetszik. Én nem szeretem azokat a gépeket, meg azokat a terepasztalokat, ahol minden nagyon festékszagú, minden nagyon új. Legyen benne egy kis retus, egy kis koszolás. Én úgy gondolom, hogy abból baj nem lehet, mert kicsit úgy valósághűbb a dolog. Én úgy gondolom. Nem tudom, hogy ki van velem ugyanezen a véleményen. Itt is szépen. Éleknél. Csak egy kicsit kell gondolkozni, meg megnézni egy pár képet, hogy hol áll meg a por, hol rakódik le. Való életben is a gépeken. Így. Nagyon jó. Megfogom ezt a púderecsetet, ilyenkor jön a lényeg. Én most itt a lépcső közepén soknak látom, mert ugye hát, ha feláll ide az ember, akkor onnan mindig leszedi, lerugdossa egy kicsit a port. Onnan egy kicsit így söprünk ki. Nagyon jó. Vagy egyszerűen mechanikus módon így ráfújunk. Nagyon jó. Most kibontjuk a szaktalan higítókat. Ez az AK011 számú White Spirit. Lehet pigment rögzítőt is használni, vagy pedig ezt a szaktalan higítót. Mind a kettő alkalmas arra, hogy a pigmentünket felrögzítsük. Itt egy egyszerű, odaérintős módszerrel, nem elkenve, nem elmaszatolva felvisszük a felületre a higítót, szépen elúszik a felületen, és száradás után rögzíti a felhort pigmentet. Ha valahol úgy néz ki, hogy túl sokat raktunk, vagy nem tetszik a végeredmény, akkor egyszerűen viszünk fel még egy réteg higítót, és egyszerűen ecsettel, tiszta ecsettel azt elhalványítjuk, le tudjuk mosni, le tudjuk dörgölni. Így szépen. Mindenhol egyszerű kis érintgetésekkel felvisszük a felületre. Egy pillanat, mert telefon.